Jó napot kívánok, Gábriel vagyok, a tisztán halló, tisztán. Halló, én vagyok a vonalban. Halló! Megkérem a kollégáimat, hogy egyelőre ne kapcsoljanak már be senkit, hiszen el se tudtam mondani, hogy ez a műsor miért jött létre. Akkor elkezdeném előről, jó? Jó napot kívánok, Gábriel vagyok, a tisztán látó, tisztán halló, tisztán főző. Ma csak önnek segítek, mi a baja? Szerelmi bánat? Pénz? Esetleg egészség? Itt a kezemben a megoldás, az Andy Vajna féle Metatron csakra tisztítás. Oly egyszerű, hogy szinte sírni lehet a gyönyörtől. Ne habozzon, hívjon most! A hívás ára nem publikus, annyira minimális az a 970 forint plusz áfa per másodperc, hogy szóra sem érdemes. Minden híváskor önnek lejátszunk egy gyönyörű Péter Schramek dal maxi változatát, addig, amíg bekapcsolják az élőadásba a kollégáim. Már is van egy hallgató a vonalban, haló? Endre vagyok, 1966. október 2. Én pedig Gábriel, 1979. május 2. Akkor ezek szerint nem egy napon születtünk. Hát nem annyira. Akkor tártalan, kurva anyádat, Anetka, te kockafejű. Nem baj, Endre, remélem, hogy tetszett Péter Schramek dala. Önnek is segíthetek, csak emelje fel a telefont. De ha már felemelte, akkor tárcsázzon is. Biztos van önök között is olyan, akinek nem jutott termőföld vagy kaszinó koncesszió, úgyhogy hívjon most, már is adásba kerül. Kicsit várok, mert biztos ön az. Na még egyet, az a biztos. Halló, itt Gábriel. Jó, hogy felvetted már végre. Kit tisztelhetek önben? Zsanyi vagyok, a taxis. Itt állok a bejáratnál már 15 perce. Már háromszor meghallgattam Péter Schramekeket. Jössz, hogy mi a franc van? Sanyi, én nem rendeltem taxit, de nagyon szívesen megtisztítom a csakrádat ezzel az Andy Vajna féle Metatron csakratisztítóval. Hagyjál már, nem kell semmit tisztítani. Most posadtam le az ÖMV-nél, ráadásul véletlenül a hatos programmal, ami lemosta a kocsiról a sárga matricát. Most látom a kártyákból, hogy a szerelmi életed nem a legjobb. Ráhibáztál, ezért ha nem vagy itt 2 percen belül, elmegyek a jó édesanyádhoz, és összedobunk neked egy kis tesót, hogy a jó Isten szomorítaná meg az élő égeteket. A kollégákat, hogy bontsák a vonalat. Ha ön szereti Péter Schrameket, és bármi gondja van bármivel, hívjon, és én megoldom. Érzek valamit a levegőben. Valószínű az alattunk levő sárga borsó főzeléket főz. Remélem lesz hozzá fasírt. A mai napon a mesterek, a Siriusi bölcsek és a három királyok, Viktor, Árpi és Andy megengedték nekem, hogy megnyissam önöknek a bőség kristálykapuját. Ez a kristálykapu a Corvin negyedben található Las Vegas felirat mögött. Aki átlép ezen a kapun, az bent lesz. Hívjon azonnal, és én megmutatom önnek az utat. Jó napot kívánok, Ilona vagyok és Szűz. Üdvözlöm, én Gábriel vagyok. Szeretnék egy kehely rituálét. Azt nem én csinálom, hanem Árpi. Akkor most mi legyen? Hát, ha már végighallgatta Péter Schrameket, akkor legalább a csakráját megtisztítom. Ha jól látom, önnek van 2 fiúgyermeke. Szűz vagyok, mondtam az elején. Úgy látom viszont, hogy az egészségével van egy kis gond. Most voltam kivizsgáláson, szerencsére minden rendben van. Pedig a kártyák nem csalnak. Ön a napokban veszítette el a munkáját. Ez igaz, eladtam mindkét KFT-met. Ugye? Akkor viszont anyagi nehézségei vannak. Szombaton nyertem, alattom 2 milliárdot, ma reggel meg a fáraósós ilyen 5 milliót. Akkor meg mi a francnak hívott? Azonnal tegye le! Micsoda emberek vannak, ugye ön nem ilyen? Ha nem ilyen, akkor azonnal telefonáljon. Aki mostantól kezdve felkeres engem, azt átléptetem a bőség kristálykapuján. Mindössze annyit kell megígérnie, hogy soha többet nem néz RTL klubot. Csak Magyar Nemzetet és maximum 888.hu-t olvas az interneten, valamint felveszi a Viktor keresztnevet, akkor is, hogyha lány. Szerencsére ismét van valaki a vonalban. Hello, itt Gábriel. Ezt kell csinálni!
Győző, próbálj már meg visszamenni oda, ahonnan jöttél. Szabad a vonal, önhöz beszélek. Igen, önhöz. Látom én, hogy maga egyáltalán nem szereti Habony Árpit, pedig Árpi nagyon jó ember. Én a húgával vagyok egykorabeli, a Malvinnal. Tessenek hívni, mert elfogy az erőm. Kollégáim is várják az önök hívásait. Itt van Árpád, a mindent tudó, Tímea, aki pénzbevonzással dolgozik, és Endi, aki négy levelű lóherével keres fiatal párt magának, illetve bárkinek. Szóval elég széles a paletta. Hívjon most! Szia, Gyuri vagyok. A hirdetésre jelentkeznék. Halló itt, Gabriel. Kaphatnék egy születési dátumot és a név mellé, Gyuri? Ez szexhirdetés az amúgy. Nem, nem, ez egy asztrosó. Ez hozza a legtöbb bevételt az Endi TV2-nek. Figyelj már ide, ha én nem akarok dugni, az hogy mennyibe kerülne? Szerintem rossz számot hívtál, Gyuri. Mennyi ideig tudsz egy folytában Pétersre meg dalokat hallgatni? 7 óra. Na, akkor csörges meg újra, de leneted? Kedves nézőink, már csak 2 telefonálóra maradt idő, mert lassan kezdődik a tények, és utána az időjárás jelentésben is én vagyok. Halló, Gábriel vagyok. Jó reggelt kívánok, Miki vagyok. Mondanám a megfejtés. 677 darab háromszög. Kedves Miki, ön melyik tévét nézi, melyik földrészen és melyik időségben? Itt hol vagyok? Most jöttem haza éjszakai műszakból, és magam nézem. Csak lealakítottam a tévét, mert úgy nem tudok koncentrálni. Végre sikerült megszámolni ezt a rengeteg háromszöget ott magam mögött. Ennyi jött ki, miért nem ennyi? Kedves Miklós, ez nem az a műsor. Mi nem háromszögekkel húzzuk le a nézőket. Itt csakra tisztítás van, és ha szeretné, most megnyitom ön előtt is a bőség kristálykapuját, ahol már Lázár János várja, hogy átadjon önnek egy trafik koncessziót. Nézzenek oda, letette. Nem kell neki a trafik. Hát akkor majd legközelebb. Addig odaadjuk Anti valamelyik ismerősének. Most már csak egy telefonálót tudunk élőben kapcsolni. Lehet, hogy éppen ön lesz az? Vagy maga? Vagy te ott, kisfiú? Neked beszél Gábriel bácsi. Hány éves vagy egy 1-től 10-es skálán? Halló itt, Gábriel. Angolul Gabriel. Haló, Simicska, Lajos vagyok, a jövőmmel kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Már is nézem a kártyákat. Hú, Simicska úr, nincsenek jó híreim. Ne legyél már, geci, mit látsz? Simicska úr, kapaszkodjon meg. Önnek nincs jövője, de ha gondolja... Letette. És még ez az ember becsméli a mi királyunkat, Viktort. Szégyelje magát. Kedves nézőink, mai adásunk végére értünk, remélem minden csakra meg lett tisztítva, az Endi Vajna féle Metatron csakra tisztítóval, és bízom benne, hogy mindenki, vagy legalábbis minden telefonáló átlépte a bőség kristály kapuját. Találkozunk a tények után az időjárás jelentésben. Viszontlátásra! Jó volt így, Endi? Fantastic!